Dél-Magyar Podcast. Dél a Podcast. Hírek helyben azonnal. Köszöntjük a Dél-Magyarország programajáló podcastjének hallgatóit. Én már Kriszta vagyok. Én pedig Arany T. János, Johnny a fő podcaster. Sose fogsz leszokni erről a titulusról. Hát, pedig nem vagy a fő podcaster. De, az vagyok. Akkor én a podcaster vagyok? Te vagy a másik <laughs> <laughs> Még Neked nem találtam még ne jövődj, talál ki titulus, ne haragudj. A valami. Ez te dolgod. Természetesen mi lehetne a fő témánk, mint a szín. Így nagyon készültem. Meghallgattam a Carson Kómát. meghallgattam azt az előadót, aki, hú, hogy is kell ezt mondani a szigeten, hát, hogy ö, rendszerkritikus szövegeket fogalmaz meg, és akkor csúnyákat skandálnak, azt nem, elfedettem a nevét. Hogy hívják? Nem, Nem tudom, kire gondolsz, so... de hogy tudod, mi most már pénteket és szombatot ajánlunk, te meg szerintem a csütörtöki fellépőkről Fogalma beszélsz, vagy a szerdeiakról, akikről a múlt héten beszéltem. készültem, igen. Régy, egyébként ma szerda van, ma vesszük fel ezt az adás szerdán, és ugye most nyílt meg a szín. Én, én már voltam a területen. Mesélj már! Nagyon meleg van. Tehát, és olyan, mint volt, szóval... Vagy... Iszonyatosan nagy, és egyébként nagyon szépen megcsinálták, mm. és minden eddiginél több embert várnak. Ugye a pénteki nap az már tehát házas, ott már se bérlet, se, ah, jel, de se jó, semmi. Még jó, hogy nem akartam menni. Aki pénteken szeretett volna menni, az lemarad. Például Timi Trumpetről. Aha. Hát, az csodás. Egy DJ, ő a fő, fő sztárvendég. A headliner, így mondjuk ezt szépen. Köszönöm szépen, de Segítek. itt lesz Azaria. Aj, az nagyon híres! Na őt is, ő belőle nagyon is készültem. Hát, hogy... A toj, oh, ha, Igen. Fiatal. Ja, ő az a... Igen. Hát rácsodálkozunk, hogy a sztárok összejönnek rajongóikkal a backstage-be. Erre rácsodálkozunk. Ajjaj. Aj. Mondjuk szegényre kicsit ráégett ez a dolog, de mondjuk 21 éves még mindig, úgy, hogy van ideje kinőni ebből a történetből. Azt, vagy sőt, 21 évesen még büszke is lehet rá, nem tudom. <laughs> hát ez... de hogy egy nagy sztár a fiatalok De ő tényleg, kellene. azt hiszem, ő bele is belehallgattam. Nem jut eszembe az a, az a másik. Szerintem engedjük el, ha nem jut eszembe, nem tudok De direkt segíteni. voltam fiatalok között, most táboroztam, és akkor kérdeztem, hogy ők mit hallgatnak, és akkor berakták nekem a Spotify-on, meg itt ott, és érdeklődve hallgattam, és valamelyik nem is olyan rossz. Nem tudom már melyik, mindegy. Hát jó. De pénteken itt lesz például Majka is. Igen. Ah, hát őreg. Szerintem ő a leg nagyobb buli csináló, vagy hát az egyik. Hát de nagy közkedvelt, igen. Most nem lesz nagy bejelentés, mint pár éve, ugye, amikor a színen jelentette be, hogy szétválnak körtisszá. Igen. Az is nagyot szólt. De vagy itt lesz a Margaret Highland, is. az Ocsó Macho. Az híres, az is. A Kultúrkör, ők ugye mm, Sándorfalviak, megszegediek. Igen. New Level Empire, és a The Bee igen, is. az a Justin bieber Hát nem annyira, nem. <laughs> Ez egy magyar már formáció. Bocsánat. hol van a Youtube-on a legkedveltebb? Most már keresem azt az előadót. Ja, itt van zene. De Lady most Gaga, keresem? akkor ez nem az. Lady Gaga is. nem lesz a <laughs> bajtam. És még kik lesznek? Figyelj, Belga, azt szerettem régen nagyon. Igen. Most Mindig ott vannak, vannak új számaik. Ja, most továbbra is a csütörtök ki meg a ja. szerdai programról beszélsz, amit már a múlt héten ajánlott. Jó. Ja. Azt hallgassák meg a kedves hallgatók, az Hallgassak előző számot, és akkor azt ott hallgassák meg, hogy milyen előadák, vannak szerdán és csütörtökön. Ami még érdekes, hogy ugye a fesztiválnak az arca, Meringer Marci. Uh, ja, ki az a Marci? Na látod, öregek vagyunk már, vagyis hát te öreg vagy, én nem vagyok öreg, Ö, a fiatalok tudják. Jó, hát maradjunk Jó. ennyiben. Meg Suma Hervanda. Őt se ismered? Hát a Schumachernek a lánya. Nem annyira. Hogy ismerném? Hát mint? Hagyjál ilyenekkel, kit is. Na szóval, hogy ők, ők jó, csodás, majd a fesztiválozókat, és itt lesznek még lesz. És hogy mondjak neked még egy nevet. Mondjál már. Itt Na. lesz Jászmin Viktória is, aki a Suma Herondának a barátnője, egyéb szépségkirálynő. Csak... már szédülök ennyi információtól. Ő elkísérte a Vandát. Ez, ez csodálatos, be, jó barátnő. ennek őszintén örülök. A szépség szeretne találkozni, szintén megteheti. <laughs> és elárulok még egy titkot, jönnek be podcastre, úgyhogy... Jaj, már... egyre jobb, ezek a híres emberek itt tiszteletüket teszik. Csodálatos lesz. úgyhogy majd egy podcastet is meg. Én már nagyon várom, direkt bejövök, hogy kérdezhessek okosokat, Figyelj, és te, mint a Dél-Magyarország tudósítója ezen a fesztiválon. Mert okay. látom már Keszeden a QR kód, nyakadba a passz. Minden. Te mire fogsz menni el? Mit tekintesz meg? Mit most mosolyogsz semmit. A délutáni matinét. Igen, meg elmegyek. Délután kettőkor a deszki csűrdöngölőt, az azt utána hazamész. Nem, akkor nagyon meleg van. Figyelj csak, én minden este kint leszek, mert hát ugye dolgozok most, mint Igen, Úgyhogy ebből következzen nem Én is ide. régen ezt mondtam, mikor <laughs> szétcsaptam magamat, azt ott én felektem szomorúan. Ettől nem félünk, már, én soha nem iszok alkoholt, úgyhogy valószínűleg szétcsapni Magamat maximum egy gyönyörűrel fogom, vagy egy limonádéval, nem tudom, hogy te lehet-e majd kapni napja, de <coughs> szétnézek, hogy mit lehet kapni. A gasztronómiai kínálatot tekintsd meg, az, az árak de... azok mindig érdeklik az embereket, lehet szörnyűködni, bár én már unom egy kicsit. Szigeten nem tudom, 2500-egy bármi, ó, Istenem, hát nem kell oda menni. Hát vagy nem kell lenni, ami kell hülyeségben néni. nyilván fogsz, de igen, tehát ezeket fogom megnézni, Ez jó, és aztán, igen. hogy milyen koncerteket hallgatok, meg majd a jövő héten elmesélem, és élmény beszámolok, hogy mm -hmm. miket fogunk meghallgatni. Én tudod, mi voltam, Mert mikor nem is tudom, mikor voltam utoljára. De ezt mondtam a múltkor is, a nagyon jó cigány zenészek. Ásós Gézánál bedobtunk egy néhány pálinkát, köszöntöttem a művészeket, szevasz, szevasz. majd egy nagyon jó bulit nyomtak. Meg még van egy DJ, a Chantel. És egyszer volt, és még a Jávorsz kívánna mulattunkat euh, azon, a, azon, és nagyon jó volt, mert én őt imádom. Disco, disco, partizáni. Tudod, tudod, Nagyon jó volt. Egy emlékezetes tényleg ezeket a. Az egyébként, ha szeretek valamit a színben, az Igen. ez, hogy így ezek a. Nem a headlinerek, hanem ezek a kisebbek, amiket úgy, ah, nézzük meg ezt a bizé -bizét, és akkor, hm, ez tök jó, és így felfedezzel. De headlinernek a headlinerek meg azért jók, rokokat. mert ott meg akkor is jó buli van, ha amúgy nem ismered, mert elvisz a Igen, telekről, meg hát a... ők hozzák be a népet, de én ezeket a, tehát egy fesztiválban én ezt szeretem, ezeket az eldugott kis... Izéket, amiket mm. úgy megtalálsz. Na, ha már színezünk, akkor mondjuk el a szombati fellépőket, vagy elmondtuk már, hogy ki lesz szombaton, nem. Oh, valam, Aztán nem majd visszatérünk a pénteki napra. Szombaton Rita óra lesz a headliner. Várjál, mert ő nagyon híres. Ő az albán Csalvi Koszovói. Vagy Román, bocs. És egyébként kivel most kevered? még Ibizán nyaral, és Ibizáról fog jönni Szegedre. De jó mondom. neki. Rit, Igen. Ura, kivel Mi a román vagy az albán? Igen, de, de egyébként hú, megnéztem, be. csak már elfelejtettem. Koszovói Albán származású yes! brit énekesnő. Yes! Az nagyon jó, akkor Igen? nem tudom. Na szóval ő lesz a sztárfelépő, de itt lesz Manuel. Várjál, az a szöszi gyerek? Az a szöszi gyerek, aki X-faktoros volt Szent most is pedig. Szent találkoztam vele, buliból jött a haverjaival, aranyosak voltak. Igen. Aha. Na hát most valószínűleg egy kicsit többen fogják megismerni, mert az X-faktor után most már coach lesz a Voice második évadában. Ki lesz a micsoda, ahol? De értem, csak egyszer nem ugrod. Egyébként a coach az nem egészen az, mint amire erre, amit ebben a műsorban használnak erre, de mindegy, uh -huh. tehát egy mentor. Okay. Képzeld, összekevertem a Manuelt a Pogány indulóval, ja is. Ezt most nem? Ezt, ugye ezt, az... ezt te nem érted, ugye? Ő is egy, ő, egy, ő, ő még híresebb, ő is én Szegedi repper. Csak összekevertem őket. Jó, hogy Nem, mert nem tudtam, melyik, mert egyáltalán semmit nem tudtam, csak tudtam, hogy híres, mert azt hittem, ez a Manuel ő, mikor ott volt a Szent István téren, ahol a kiflit vettem reggel, nem tudom, 5 és 6 között és akkor felszaladtam, ú, mondom, nem volt nálam a telefon, elmondom, mondom, lefotózom, föltesszük online és otthon kerestem rá, ú, mondom, ez nem a pogány induló, ez a Manuel, jaj, de jó, hogy nem égettem be magamat. Így volt. Ennyit értek én ehhez is. Na szóval, és szombaton még itt lesz például a Well Hello, a Hiperkarma, vagy a Supernem is, és amit még én szeretnék kiemelni, hogy a színen lesz egy felfüggesztve nevű Nyújtsd a kezed pódium, uh -huh. amit az első Szeged Lions Club és a Bűnmegelőzési Központ közösen csinál a civil faluban, uh -huh. és meg lehet nézni, hogy milyen programjaik vannak. A fő program, vagy a legérdekesebb program szerintem, hogy itt lesz Szabó Győző, és Molnár Áron színészek, és a toxikóma film kapcsán a Molnár lesz Áron a noár. Uh -huh beszélgetés a függőségekről. Az jó, az de egyébként pont a érdemes. Kell erről beszélgetni. Hát igen. Kora délutántól indulnak itt minden nap a programok, és... Te leszel akkor ott egyedül? Nem, nem hiszem, nem. Ez egy nagyon fontos program szerintem. Igen. Úgyhogy... Igen. hajrá a képem, kora délután nem tud mást kezdeni magával a színen, az látogasson el ide. Nagyon érdekes programok vannak. Most ezt kiemeltem, de egy csomó más is van. Igen. Figyelj, de azért másról is beszélünk, mint a színről, ugye? Már el is kezdjük, igen. Pént Csak úgy, igen, tessék. Tessék. például. Pénteken. A Murányi utcában 15 óra 30-tór baktói és fodorkerti nyárbúcsúztató családi délután lesz. Az jó. kajapia, pia, vagyis kaja. Így van. Fellép a kozmosztánc együttes lesz, arcfestés, ha, kézműveskedés, lesz. ugrálóvár. Lábbal hajtó serművek versenye, az tök aranyos lehet. A cukiság, igen. És sok-sok palacsinta. A rendezvény ingyenes. A palacsintát én nagyon szeretem. Én is. pont a kedvencem. Mondjuk a nyári melegben annyira nem egy biztonságos étel, hát elkészíteni de... elkészíteni nem kellemes, azt hiszem. De hát a nagymamák, anyukák bírják. Így van. Szintén pénteken Sándor falván a Kastélyban, 18 órától vadászok Fakanállal a című rendezvény. Már megint becsempészel egy Sándor falvi vadászati témát, gratulálok. De ha egyszer az a program, Igen. de nem figyeltél a lényegre, Kaja, be is 18 az neked. Na de várjál. De akkor van a. Vadasparkban az állatok éjszakája. Ott nem eszik meg az állatokat, de Sándor falván igen. Ami mindig szokott lenni, tényleg ott az állatok eszik meg az embereket. Igen, ez is lesz pénteken. Így van, úgyhogy aki szeretne vadételeket kóstolni, az látogasson el Sándor falvára. És mi ez, amit te mondtál? Aki a pedig vadakat szeretne látni, az látogasson el a vadasparkba. Hát ez az állatok éjszakája, vagy valami ilyesmi. Ja, amit a múltkor már jól kibeszéltünk. De az egy másik, amit mondtam, hogy kész káosz és katasztrófa, hogy egy színházi lámpával világítanak a szemedbe. És én azon a rendezvényen voltam, és marhára nem volt még sötét, tehát nekem volt igazam, hogy azért a főprogramok idején még világos volt, és nem világított senki a szemembe. Csak szólok. Jó, megnézem a vadasparkot. Na nézd. És Mert akkor... aztán átérünk szóvatra, úgyhogy nézzük meg. De várjál, valami még volt. Valami még volt. Én most nagyon szét vagyok szóródva, de mitől? A melegtől, melegtől. Én Tényleg a melegről kirági. beszéltünk, már mikor jön a lehűlés, majd szeptember elején, ugye? Igen. Állatkertek a éjszakája 25-én a Vadasparkban 12. alkalommal rendezik meg, és hát szóval a szokásos hát eteti 18-tól, meg etetés, meg afrikai kézműves foglalkozás, szokásos látványetetés, rovarles, éjszakai rovarles, és látóval a vadasparkban. Ez az, amit én mondok, színházi reflektort kötnek a fejükre, büszke szülők, homlokukra, és azzal világítanak, ha kell, ha nem. De most már korábban sötétedik, mint egy hónapja, mikor utoljára volt ez a rendezvény, Igen. tehát most már azért... Egyébként tök jó a program, csak én így élem meg. Igen. Úgyhogy menjenek vadaspörbe. Menjenek. Áttérünk a szombatra? Térjünk át, mert rengeteg, rengeteg fantasztikus program lesz Szegeden és környékén. A szín mellett, amit már kiveséztünk. Ezt a szín a szín mellett. De mi is lesz? Találtam egy nagyon aranyos programot. 15 óra akkor az Ág Szeged első nyitott közösségi komposztálójának Azt megépítése alig és átadása. Azt alig várom, mert ügyeletes vagyok és be van írva. Tehát ez... Ez Konkrétan ott lehet megépíteni a, részt venni a megépítésébe, és aztán jól megtanulni, hogy mit lehet bedobálni. Te és tudod, ott, hogy, hogy miket lehet bedobálni a komposztálóba? Vagy mit hát nem? salátalevelet, levelet, meg a meccetvirágot, virágot. Ilyen szerves dolgokat, nem? Igen, de nem mindent. Hát, például a... Citrusféléket nem lehet, mármint hogy a héját, ezt én nem tudtam. Tojás Tojáshéjat se. Az se. Meg kapszulás kávét és te a filtert se. Azt se pedig azt mindenki Jó, mondjuk oda a kapszulát, jól, azt nyilván nem, de... Mert az műanyag, de, még a izét se, még a lefőzött kávét se. Az, a, az pedig azt a kávézatról amúgy azt mondják, hogy ez még a növényeknek is jó. Azt én Igen, nem is nagy szüleim is mindig oda kaparták ki a rózsát. Úgyhogy ezt kérdez meg, ha mész, hogy miért nem lehet a kávé filtert, vagy a te a filtert ezt odarak. mindenképpen megkérdezem. Na. Konyhai hulladék. Igen, ide megyek, ez nagyon jó lesz. Vasárnap pedig már ott Visszatérjünk tartó. a vadasparkba, lesz családi gombásnap. Va a vadasparkba? Igen. Ennyi program? Bizonyám. Nincsenek is gombák a vadasparkban. Hát valószínűleg azért csinálnak gombásznapot, mert van. Ja. <laughs> van ott egy csomó fa, gondolom nő ott gomba is. De Ti... eső nem is volt. Na mindegy, jó, erre kíváncsi leszek. Te vagy az ügyeletes, megnézed? Nem. Szeretném, de ha muszáj, <laughs> lelkesen megyek. <laughs> ez 10 és 15 óra között lesz ez a rendezvény. Szombaton? Vasárnap, miért nem? Á, vasárnap a bordányi búcsúba és vásárba kell mennem, akkor. Sajnos. Hát jó, te tudod, de aki nem megy a Bordányi búcsúba, az, az mehet menjen Gombászni a vadasparkba. Így van. Csodás Mi lesz, lesz a Bordányi búcsú, akkor mondd el. Hát, hát tudod, ilyen kirakodó vásár, meg sürgőforgó, meg de szóval a szokásos. De nagy, 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 nagy lesz. Kipakolás, minden. Búcsúi, forgatag. Kakasos nyalóka kakasos nyalóka. De még előtte, hát hadd említsek már meg még, 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 nagyon fontos dolgokat. Tessék. Például forráskút, falunap, szombat. Veterán, veterán autók, traktorok, valami veteránok felvonulása, és a szokásos arcfestés, meg mit tudom én, van A főzés. főzés is van. Tehát forráskút, falunap, ez szombat. Szintén szombat, bordány, még mindig bordányban vagyunk szívemnek oly kedves bordányban. Farmfest. Itt lesz traktor szépségverseny. <laughs> nem tudom, mi van a traktorokkal manapság. Bele vannak. De hangsúlyozom, hogy zákány szék találtak ki szerintem. Ott a legnagyobb, ott a leghíresebb a traktor felvonulás. De most nem felvonulnak, hanem szépségversenyt rendeznek. Szépségverseny lesz. Ez azt jelenti, hogy akkor így fel kell díszíteni, meg ilyenek vagy. Igen, de várja, ez még mind semmi. <laughs> Szombaton szintén csengelén traktoros találkozó ügyességi versenyekkel, Hú. csengelém. Tehát egy napon két településen vannak traktorok? Van annyi traktor a megyében? Hát nyilván van. Szóval ilyenek. És, hogy a gasztronómia, amely szívemnek oly kedves, nyertem egyet, mert ezt tényleg szeretem. <laughs> Ülésen a dériném művelődési házban a hagyományos lecsófőző főzés lesz szombaton. Hánytól hány tohány óráig? Tízkor kezdődik, hát a lecsó gyorsan megvan. Mm. De az aranyos szokott lenni. Hát igen, ha mondjuk részt vennél a podcast előkészületében, ezt így akkor most időrendi sorrendbe ajánlhattuk volna a programokat, de semmi Nem probléma. Baj. Mindenki megtalálja, ami tetszik neki. Így van. És akkor még egy, egy jövő hét csütörtök rendezvény csempésztem ide be. Ez -e. A programok, az 30-a, mert 31-e péntek, az az... Nem de igazad van, igen, mert szeptember első péntek, péntek, és elkezdődik a tanév, ami egy zseniális ötlet. Hogy ez, pénteken ez, kezdődik a tanév. is minden kollégista köszönti az államtitkár urat és az illetékeseket. Szóval csütörtökön a Szent Györgyi Albert Agórában nyárzáró kiskutakodók délelőttje lesz 9-től 12 óráig. Fizikai kísérletek, csillagászati előadás, tehát, akit ezek a dolgok érdekelnek, azok uh -huh. mehetnek így a suli előtt egy kicsit tanulni. Majd 17-20 óráig parti lesz, ugyanígy a Szent György Györgyi Albert És uh, valami kultúrával nem tudsz ma engem elragadtatni? Annyira ki vagyok akadva mindig a kultúrát, hogy most nem hoztam neked kulturális programot. Nincs kultúra, hát én anélkül nem. nem. Keressünk neked valami kulturális programot. Uh, mozi? Nézzük meg a mozit. Nézzük már, mit adnak. Most megnéztem a Netflixen egy sorozatot, az, az Oxycontin nevű uh, amerikai ópiátról. Egész jó volt. A Painkiller, magyar címe valami hülyeség, nem emlékszem. Szerintem ezekről mind beszéltünk már. Nincsenek új filmek? Nincsenek új filmek. Mondjad, mit adnak? Mondom neked. Tíz nap anyu nélkül kettő. Jó, fogom, első sem. A félelem fészke, horror. Az mi? Most mondom horror. Nem tudom, megnyissam, Igen. és... Igen, meg nézzük, nézzük már, meg, meg beszélgessünk. Imádom a horrorfilmeket, de nem láttam már jót Soha évek. Soha nem volt. néztem horrorfilmet. Vagyis de, voltam itt, de nem ugrik be, hogy mit. A nyolc éves Peter folyamatos rémületben tartja a rejtélyes, állandó kopogás, amit a falak mögül hall Jaj, váljában. Jó, ne olvas tovább. És akkor a valami, a, a, előző gyerek szelleme, vagy mindegy valami... Ja, láttam. Ja, láttad már? Persze, hülyes. De te nem nézel hol. Ja, azt én mondtam, hogy nem nézel <gül> <gül> Van a Barbie, még mindig, ezt a múltkor kiveséztük. Uh -huh. Van még egy horror, a Hozzám. Amúgy kinéz horror moziba? Hát rengetegen, az tök jó a sötétbe sikoltozni. Tényleg? A Beszélj Hozzám, az melyik? Egy fiatal társaság hozzájut egy titokzatos... A kéz? Talk to me. De kéz. Ah, jó. Igen. Az dicsérik, azt még nem láttam, de dicsérik. Az is bugyutaságnak tűnik, de az, az, az dicsérik. Bogyó és babóca. Hí, az jó. <laughs> az aranyos, azt olvastam a gyereknek sokat. Aj, amikor a, az egy a, a sütemény sütöttek, meg a bábszínház volt az Még az én film is azon nőtt fő pedig ő már 16 éves. Hogy rohan az idő? Igen. Elemi, ez is egy animációs film, de ez is volt már a kínálatban. Gran Turismo. Gran Turismo, uh -huh. azt a, az az öreg, a, akit úgy hívnak, hogy az a magas western filmekbe játszik már közel száz éves, az az. A... Orlando Bloom, de nem hiszem, hogy róla beszélsz, játszik benne. Akkor nem. Mi a címe? Gran Turismo. Hát, de hát volt egy ilyen. Hát egy autóversenyes film. Az jó, azt szeretem. Például ez is lesz a Cinema City-be. Hát Indiana Jones. Hát ezek csodálatosak. Katica Bogár és Fekete Macska kalandjai. Azt megnézem. ez <laughs> az is egy animációs film. Az cuki, az cuk cuki. Kék Bogár, ez egy fantasy. Kis csillag születik. Zenés film, kivert kutyák, vígjáték. Nagyon jó, jó, itt a Grand Meg kettő. Mission Impossible leszámolás. Igen kettő? Meg. Tudod az a, a cápás? Most annyi cápa támadás van, biztos nagyon sokaknak van kedve megnézni mondjuk egy nyaralás előtt egy ilyen filmet. Bár mondjuk már szerintem a többség az letudta a nyaralást. tényleg vége a nyárnak. Emlékszel, hogy sirattam a nyarat az előző héten? Bizonyos. És most meg 40, most fok, 40 van. fok van. Igen. Lehet menni a strandra, meg élvezni az utolsó napokat. Bizony. Tegnap voltam, és annyian voltak, mint az oroszok. Én meg is lepődtem, hogy hétköznap tele van a strand. Pedig azt gondolom, ezem, hogy augusztus 20-án vége van a. 40 fokban, hát nem. Fokba? nem. Uh -huh. És nem, nem szegediek voltak, de turisták. Uh -huh. Nem uh -huh. mindegy. First Lady, Slamdrunk. Ez Most nagyon jó hangzik, van. igen. Tiri nincs Tech Egyik jobb, mint a másik. Na, hát ez a film kínálat. Most hát jó voltok? Nem, boldog, vagy nem ez hozott a kultúra. lázba. Az a levágott kezes, azt az majd lehet, hogy megnézem. De ha már kultúra, egyébként emlékszem, hogy lesz egy könyvbemutató is. Uh -huh. Szeretnél könyvbemutatóra menni? Mindenképpen. Na, akkor Régi már. vágyam teljesül. Mindjárt megmondom neked, vágást kérünk, majd mindjárt, hogy is hívják a csajt. Krusovszky Dénes? <laughs> a csajt, igen. Őt szeretem. <laughs> Na, ó, az Ez új könyvét is. Egyéven. Nagyon dicsérik az új könyvét. A le lehullanak tavasszal, hogy valami tök jó. Igen. Szóval Borbás Edina, aki Veserhelyen él, de Szegeden is nagyon sokan ismerik, ő jelenteti meg az ú jelentette meg az új könyvét, amit augusztus 29-én kedden 17 órától dedikál az Álomgyár könyvesboltban. Az, az a címe, van? hogy igen, az Álomgyár könyvesbolt az a passzázson van. Ott még van valami a passzázson? Hát, Lassan többek között kiürül. igen, egy könyvesbolt. Úgyhogy, aki kíváncsi a könyvére, én olvastam egyébként az előző könyveit, szerintem nagyon jó sztorikat tud írni. Igen, Murakami Harukit olvastál -e már valaha. <laughs> Meséld el, hogy mit küldtem neked a Murakami Ez <laughs> egyébként tényleg jó. Azt a kommentet most fő kéne olvasni, hogy kedves hallgatóink, tisztával legyenek azzal, hogy, hogy, hogy amit Johnny ajánlott, az egy milyen izgalmas könyv. De ugye nem gondolod komolyan, hogy holmi, holmi előre kell hallgatni, hogy kell levenni a képeket a... De egyébként ő olvasta a könyvet és ez volt a ez véleménye. az ő véleménye, igen. Az én véleményem itt van. <gül> <gül> Zseniális. Eladó könyvek, nem olvasom fel a nevét mindegy. Eladom Murakami Haruki Kurblimadár Krónikái című könyvét 1000 forintért. 960 oldal. Ha levonom belőle, hogy a főhős eszik, alszik, iszik, fürdik, bevásárol, felszokott öltözni, ezt nem hiszed el, de ruhákba, meg időjárás is van, marad kb. 300 oldal. Ebből kb. 40 japán történelem, a maradék 260 meg tömören és röviden arról szól, hogy kéne neki egy nő, de lúzer a szerelembe. Frusztráló egy könyv. Hogy kapott ez az ember Spanyolországban irodalmi nobel -t? Na, most, hogy így leakudtam, adj egy tábla csokit, és rendben vagyunk. Személyes átvétel a nyugatinál. Na, ennyi, és ezt olvasott -e? Egy tábla csokiért elkelt a kurblimadák Madár krónikái, ami egyébként egy jó, jó, jó alkotása a mesternek. Na, de Tito, ez olyan, mint amikor a... a, a a feltörekvő éttermek fotói alá az alulképzett kommentelő odaírja, hogy minket elmosogassuk otthon minket. Ez most ugyanez, csak ez egyébként egy viccesen trappánsan megfogalmazott komment volt. Tehát ne ez alapján döntsd el, hanem olvassál egy Murakami Harukit, egy jó... Jó, egyszer a olvasom, te meg akkor olvassál Borbás Edinát, hogy te térjünk vissza ugye a jó, jó. Az Igen című könyve egyébként nagyon dióhéba arról szól, hogy egy multimilliárdos üzletember feleséget keres magának, de nem a megszokott módon, jövendőbeliét csak a hangja és a személyisége alapján akarja kiválasztani. Hangja, de a személyiségét hogy ismeri meg a hangja hát alapján? Olvasd el a könyvet. Szerintem majd beszélgetek az Edina én a könyvből, most a és akkor majd ezt Beszélgessetek. Én Murakami Harukival sajnos nem tudok beszélgetni, de az előbb elmondtam az egyik könyvének a tartalmát. <gül> <gül> Igen. Egyébként én imádom pont ezt a hogy ilyen, tehát hétköznapi dolgokról tud írni művészi em, de, és de jó, hidd el, olvas már, olvas már valamelyiket. Oké. Okay. Hajlandó vagyok neked, hajlandó vagyok könyvet kölcsönadni, mert tudom, hogy te vigyázol rá. Így van. És ennek reményében, hogy Timár Kriszta podcaster társam elolvas végre egy Murakami Haruki <laughs> könyvet, én személy szerint búcsúzom a kedves hallgatóktól. Hát akkor én is köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten ismét jövünk. Goodbye. Viszont hallásra.